A világbajnokság nyitó napjának első száma volt a férfiak 20 kilométeres gyaloglása, amelynek rajtját a nagy hőség miatt reggelre tették a szervezők. A versenyzők be is melegítettek, viszont hatalmas vihar csapott le a fővárosra, így a tervezetnél 2 órával később vágott neki a belvárosi pályának a mezőny. Hellebrandt Máté sokáig a 35 kilométerre készült, csak néhány héttel a VB előtt döntött úgy edzőjével, hogy a rövidebb távot választja. A nemzetközi verseny utoljára 2016-ban a Riói olimpián versenyeztem. Hát próbáltam így visszanyúlni ezekhez az emlékekhez a taktika szempontjából, bár igazából már a rögtön rajt utáni pillanatokban borult minden, mert olyan tempóba kezdtek a többiek, hogy próbáltam nem lemaradni tőlük is, kihasználni az ő tempójukat. Így utólag szerintem ez jó taktika volt, mert az első 10 kilométeren hát majdnem egyéni csúcsot is gyalogoltam, meg az összidőnél ez nagyon sokat számított, hogy az első 10 kilométeren bő egy perccel jobban kezdtem, mint ahogy én szerettem volna. Ez annak volt köszönhető, hogy a többiekkel mentem az élbolyjal. Lehet, hogy legközelebb is ezt a taktikát kell választani. A versenyt a spanyol Álvaro Martin nyerte 1 óra 17 perc 32 másodperces idővel. A nyíregyházi gyalogló 1 óra 21 perc 16 másodperces ideje a 23. helyhez volt elegendő. Ha rossz idővel lettem volna 23., akkor csalódott lennék, de mivel majdnem egy perccel megjavítottam az egyéni csúcsomat, ezért egyáltalán nem vagyok csalódott. Most ilyen erős a mezőny, 18-an gyalogoltak 1 óra 20 percen belül, ilyen világbajnokságon még nem fordult elő, és ugye az is jó hír, hogy az idő az bizonyítja, hogy jó úton haladunk a felkészülésben, ezt kell a jövőben is csinálni, Józsbának meg nekem, és akkor hát a jövő évi olimpián én is 1:20-on belül tudok gyalogolni. Akkor már sikerülne megdönteni az országos csúcsot is, amit Urbanik Sándor tart, és akkor teljesen elégedett lennék a jövőre is. Hellebrandt Máté ezen a hétvégén Kecskeméten a Superliga döntőben 10 kilométeren áll rajthoz, a jövő hét végén a budapesti csapatbajnoki döntőben pedig 5 kilométer gyalogol majd. A jövő évi római Európa-bajnokságra már teljesítette a szintidőt, a párizsi olimpiára viszont még kvalifikálnia kell magát a háromszoros olimpikonnak, vagy a szintidő teljesítésével, vagy pedig világranglistás helyezéssel.